Szeptemberben 7841 első éves hallgató kezdi meg a tanulmányait a Szegedi Tudományegyetemen. Ez az alapképzésben 5% alatti csökkenést jelent a tavalyi gólyákhoz képest, ami megfelel az országos tendenciának. Az országos rangsorban évek óta az ELTE vezet, a második helyen pedig a Debreceni Tudományegyetem és az STE osztozik szinte holtversenyben. Két irányba kellene elmozdulni. Az egyik, hogy minél több mesterszakra jelentkezzenek a hallgatóink. A másik pedig, amit én erőteljesen látok, az a pedagógus képzés, tehát a tanárképzésnek a megerősítése. Ez azonban egy országos probléma, tehát ezt nem csak és kizárólag a Szegedi Tudományegyetem tudja megoldani. Ami most nagyon világosan látszik, az, hogy a Bologna rendszernek köszönhetően egyrészt az alapképzéseinkre, vagy az alapképzéseink közül, inkább ezt mondanám, erőteljesen megnövekedett az informatika és a műszaki területek iránti igény. Ide adott esetben több hallgatót is fel tudtunk volna venni, ha van rá kapacitásunk, tehát ha van még férőhely, ahova a hallgatót fel tudjuk venni. A 7841 első éves hallgatóból államilag finanszírozott képzésre 5824-en, költségtérítéses képzésre 2017-en nyertek felvételt. Nappali tagozaton 6034, levelezőn 1706 gólya tanul majd. Alapképzésben 4638, mesterképzésben 1473, osztatlan képzésen 834, felsőfokú szakképzésben pedig 896 első éves hallgatója lesz a Szegedi Egyetemnek. Gyakorlatilag azt a helyet tartjuk, amit az utóbbi években elfoglaltunk, tehát az érdeklődés tekintetében az első három egyetem egyike vagyunk továbbra is. A felvételi keretszámaink gyakorlatilag úgy alakultak, egy enyhe néhány százalékos globális csökkenés leszámítva, mint tavaly. Nagyon nagy belső átrendeződések nem történtek. Talán egy kimutatható tendencia az a mesterképzés erősödése, azon belül a levelező és teljes idejű képzés arány változása. Lényegesen csökkentek a levelező hallgatóinak a száma, és nagyon örvendetesen növekedett az alapképzésben, teljes idejű képzésben résztvevőknek a száma. Szabó Gábor rektor örvendetesnek tartja ezt az átrendeződést, hiszen egy kutatóegyetemnek elsődleges stratégiai célkitűzése kell, hogy legyen a mesterképzések fejlesztése. Az egész Bologna rendszernek ugye az a lényege, hogy egy egységes képzés van, de kibocsátok egy alacsonyabb szinten, tehát egy alapszinten és egy mesterszinten. Most idén adtuk át az első mesterszakos diplomákat. Most ehhez képest ugye, ha azt látjuk a következő felvételin, hogy a nappali képzéses mesterszakosok száma kezd növekedni, akkor ez azt jelenti, hogy a társadalomnak van egy olyan igénye, hogy bizony-bizony a mesterszakosokra szükség van. És ez a hallgatóknál is megjelenik, mert hiszen a hallgatók akarnak tovább menni. Na most ez nagyon fontos. Eddig mindig a mester levelező tagozaton volt több hallgatónk, hiszen ők már rendelkeztek egy diplomával, csak visszajöttek egy mesterdiplomáért, ami szintén nagyon jó. Ez a tendencia most megfordult. És ez a jövőt tekintve, nem csak az egyetemünk szempontjából, hanem az egész ország szempontjából szerintem egy pozitív változás. Kedvező, hogy az utóbbi években alacsony népszerűségnek örvendő műszaki és természettudományos képzések iránt kissé nőtt az érdeklődés. A tanárszakokon ugyan nem sikerült jelentősen növelni a hallgatói létszámot, de már az is fontos, hogy nem folytatódik tovább a korábbi évekre jellemző csökkenő tendencia. A Szegedi Tudományegyetem az országos nagy egyetemek között kutató egyetemi címéhez méltóan ott van. Ezt tovább kell erősítenünk, mind az alap, mind pedig a mesterképzések vonatkozásában. Ezért fáj nekem egy kicsit, de azt hiszem nem csak nekem, hogy a gyógyszerész és a fogorvos képzés vonatkozásában idén valamilyen oknál fogva az államilag támogatott hallgatóink létszáma kevesebb, holott a jelentkező nem volt kevesebb, pontszámunk bőven megvan, kapacitásunk megvan, itt egy más országos tendencia van, ahol országos egyeztetést kell majd kezdeményeznünk. Ami még látszik, az a felsőfokú szakképzések iránti érdeklődés, ami változatlanul megvan, de ott is van egy hangsúlyeltolódás.
Ilyenkor azt kell mondani, hogy az egyetem vezetése belső átcsoportosításokkal élt az idén, mert megteheti. Tehát bizonyos területekről át tudtunk csoportosítani hallgatót, például épp a műszaki, például épp az informatika, mert jóval több volt az igény, mint egy adott esetben egy másik területre. Változatlanul azt kell mondanom, nagyon sajnálatos ennek az országnak, hogy a mezőgazdasági terület, tehát az agrárterület, az változatlanul nem érdekli a hallgatókat sajnos, tehát ott komolyabb erőfeszítést kell kifejtenünk, hogy a hallgatók jelentkezését tekintve is, és hogy megfelelő alapszakon, megfelelő mennyiségű hallgató legyen. A mérnöki területeken ott úgy néz ki, hogy ott megindult az alapképzésben egy eltolódás, és növekszik a hallgatóknak a jelentkezése is, és a felvehető hallgatók létszáma is. Kétségtelen, hogy a természettudományos képzések népszerűségét tovább kell növelni a munkaerőpiaci harmonizáció érdekében. Vita tárgyát képezi azonban az, hogy szükség van-e valahol visszaszorításra, és ha igen, mely területeken. Úgy gondolom, hogy ezt az oktatáspolitika meg is teszi, mert a humán területeken csökkenti a keretszámokat. Most is történt valamennyi csökkenés, bár az idejében szerencsére például a bölcsészkarunk nem járt olyan rosszul, mint tavaly. Tavaly a jogi karunk is, meg a bölcsészkarunk is meglehetősen rosszul járt. Az idén ez ebből a szempontból egy jobb év volt. Én úgy gondolom, hogy valamiféle csökkentést azt mindenképpen el tudok képzelni, de valószínűleg ezt azért inkább azt kellene megnézni, önmagában az, hogy a társadalomtudomány bölcsészet területén csökkentjük a keretszámokat, az nem elegendő, azt is érdemes lenne megnézni, hogy azon belül milyen szakokon csökkentjük a keretszámokat, mert az nem igaz, hogy egy adott esetben egy bölcsészdiploma munkaerőpiaci értéke az azonos. Tehát annyiféle bölcsészdiploma van, és ugye nem régen végeztek a pedagógus képzőkar szociológusai egy fölmérést, amiből kiderült az, hogy a bölcsészdiplomák nem is olyan rosszak a munkaerőpiacon, tehát a bölcsészdiplomákkal történő elhelyezkedés az egyáltalán nem olyan reménytelen dolog, legalábbis azoknál a bölcsészdiplomákkal, amelyek mögött szellemi erőfeszítés van. Én azt gondolom, hogy azt kell világosan látni, hogy az általam tingli-tangli diplomának nevezett diplomáknak nincs munkaerőpiaci értéke. De az a diplomért meg kell dolgozni, szinte mindegy, hogy milyen területen, az biztos, hogy valamivel közelebb visz bennünket ahhoz, hogy a munkaerőpiacon is megálljuk a helyünket. Hát a szellemi erőfeszítést követelő diplomáknak van valamekkora munkaerőpiaci értéke. Persze, hogy van ezek között is különbség, és nyilvánvaló, hogy az adott esetben a gazdasági fejlődés szempontjából bizonyos területek preferálandók, és hogyha ezt az oktatáspolitika preferálja, akkor jól teszi. De attól mindenképpen óvnék, hogy ezek a preferenciák, ezek átgondolatlan módon érvényesüljenek, és esetleg olyan területek sorvadjanak el, vagy szűnjenek meg teljesen, amelyeket tulajdonképpen egyetlen ország sem szüntethet meg. Hát azért azt gondolom, hogy a magyar humán értelmiség szerepét nem fogjuk tudni a világpiacról megvásárolt szakemberekkel betölteni. Hogyha egy ország nem gondoskodik arról, hogy legyen egy jól képzett, értelmes, humán értelmisége, akkor az ország az nem tud egészségesen fejlődni. Nem lehet azért mindenkit, hogy úgy mondjam, átprogramozni, meg nem is kell. Köztudott, hogy diploma és diploma között is igen nagy lehet a különbség. Egyre többen tesznek különbséget az úgynevezett kemény szakok és a büfének vagy tinglitanglinak csúfolt képzések között. Ezért nagy mértékben ez visszavezethető az általános értékválságra. Tehát ugye a kérdés az, hogy a fiatalok körében mennyire népszerű az, hogy munkával valamit elér az ember. Munkával pénzt keres, munkával diplomát szerez, tehát ez ugyanaz a történet. Most ugye azért, aki mondjuk azt, hogy arra teszi fel az életét, hogy megpróbáljon kevés munkával pénzt szerezni, vagy kevés munkával diplomát szerezni, annak elég nehéz elmagyarázni ennek az ellenkezőjét. Azt valószínűleg egyébként majd az élet meg fogja tanítani arra, hogy ez nem olyan egyszerű. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen értelemben a társadalom általános értékválságával kellene foglalkoznunk, és persze nyilván kell is, hogy foglalkozzunk ki a maga helyén, akár úgy is, mint értelmiségiek, felelősséggel tartozunk az országért, de azért ennél közvetlenebb felelősségét én globálisan az egyetemnek nem látok. Az egyetem ez emellett persze, hogyha belső döntései vannak, akkor próbál nyilván apró hangsúlyokat helyezni, de azért az oktatáspolitikával, finanszírozási rendszerrel nem tudunk szembe menni, mert
mert azért az egyetemnek meg is kell élni. Tehát azt mondani, hogy most azt a luxust megengedni, hogy én tudom azt, hogy, vagy mi tudjuk azt, hogy bizonyos szakok, azok valójában nem kellene, hogy nagyon hogy ezeket műveljük, de erre van finanszírozás, és erre jelentkeznek a fiatalok. Akkor azért a hangsúlyok ilyen-olyan áthelyezésén túl nem nagyon tudunk mit csinálni, mert mondhatjuk azt, hogy jó van bennünket, nem érdekel innentől kezdve semmi. Ha tönkre megy az egyetem gazdaságilag, akkor is megmutatjuk azt, hogy mi a hősök vagyunk, hogy mi nem képezünk olyan diplomát, vagy nem adunk olyan diplomát, ami a munkaerőpiacra nem jó. A legtöbb gólyát, 2004 főt a természettudományi és informatikai kar üdvözölhet, őket követi a Juhász Gyula pedagógus képzőkar 1603 és a bölcsészettudományi kar 1397 elsőéves hallgatóval. Azok, akik a felvételi eljárás keretében nem jutottak be választott szakjukra, a pótfelvételi eljárás keretében is próbálkozhatnak. A pótfelvételi kérelem postára adásának határideje 2011. augusztus 9-e.